Október elején érkezett meg a szociális célú tűzifa Nyírpazonyba. Az önkormányzat 2,7 millió forintos állami támogatást és további 800 ezer forint önerőt fordított a tüzelő megvásárlására. A belügyminisztérium 12 évvel ezelőtt hozta létre a programot, amely az 5000 lakosúnál kisebb településeken élő családoknak nyújt segítséget a téli tüzelő beszerzésében. A vármegyében főként akácot, tölgyet és kőrist igényeltek a települések. Ugyanúgy, mint a korábbi években kemény lombos és lágy lombos tűzifára pályázhattak az önkormányzatok, ha tűzifában gondolkodtak. Döntő többségében, több mint 95%-ban kemény lombos tűzifát választanak általában az önkormányzatok. A szociális tűzifa program az idei télen is sikeresen zárult. Tavaly karácsonyig az önkormányzatok már a rendelt mennyiség 84%-át elszállították az állami erdőgazdaságoktól, majd február 15-e előtt a fennmaradó mennyiséget is átvették a települések. A legtöbb megrendelés a korábbi évekhez hasonlóan a mostani szezonban is Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyéből érkezett. Több mint 33 ezer köbméter faanyagot szolgáltunk ki az önkormányzatoknak. Arányaiban mindig nagyobb arányban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatok részesülnek, nyilván mert itt több a település természetesen. Tehát ebből a 33 ezerből több mint 25 ezer köbméter itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében került gazdára, vagy talált gazdára, és a fennmaradó rész több mint 7 ezer köbméter pedig a Hajdú-Bihar önkormányzatoknak. Ez a program rendhagyó volt, mert nem ősszel indult, hanem már a elmúlt év tavaszán meghirdette a kormányzat, pályáztak az önkormányzatok, és elég hamar döntés született, így jobban el tudtuk időben húzni a kiszolgálást. Nem alakultak olyan kiszolgálási csúcsok, kényszercsúcsok, amik esetleg megnehezítették volna. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egészen pontosan 155 település kötött szerződést az erdőgazdasággal, több mint 25 ezer köbméter tűzifa megvásárlására. A legtöbb igénylőt a Fehérgyarmati és a Baktalórendházi erdészetek területén regisztrálták. A szociális tűzifára jellemzően jövedelemhez kötötten voltak jogosultak a lakosok. A legtöbb településen annak járt a támogatás, akinél az egy főre eső havi jövedelem nem éri el a mindenkori minimálbér 40%-át, egyedül élő gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében pedig a fenti összeg 50%-át.